Szeretettel köszöntünk mindenkit, mi vagyunk a Kacsalap zenekar Máté Szalkáról. 2013-ban alakultunk, első dalunk a Corpus Christi, egy magyar nyelvű dal. Rácsketrecben ért az este, nyomasztó célállomás. Egy tükörgép a falra festve, egy félkegyelmű látomás. Rácsketrecben ért az este, nyomasztó célállomás. Egy tükörgép a falra festve, egy félkegyelmű látomás. Fájtlat szemem önkereste a kiutat, de nincs semmi más. Csak egy árny, amely vasz leste, hogy a nőről elidéz nyomás. Kacsaláb zenekar, azt mondtátok, hogy így mondjam ki a neveteket, de egy picit azért ezt pontosítsuk. Van ennek háttértörténete, hogy miért pont ez lett a zenekar neve? Meséljétek ezt el. Igazából a háttértörténete az, hogy olyan nevet szerettünk volna választani, ami angolul van leírva, viszont magyarul is van értelme, amikor kiejtjük. Mivel angol és magyar nyelvű számaink vannak, ennek különösebb koncepció nincs, hogy miért van angol nyelvű szám. Attiláik megírják az alapzenét, és akkor én elkezdem hallgatni, és ma, hogy angol hangulat jön rám, ma, hogy magyar. A dallamtól függ, hogy milyen szöveg, igen, vagy magyar szöveg lesz igen. rajta? Hát az azért függ, éppen az az iklet jön rám, hogy akkor angolul kellene erre a dalra írni szöveget. Hogyha már így elkanyarodtál az iklet vonalába, akkor kik a ti kedvenc fellépőitek, zenekaraitok, akiktől inspirálódni tudtok, vagy akiket tényleg ikonként tekintetek?
Igazából az én zenei ízlésem az elég tág kategória, tehát indul a jazzes, bluesos, rockos irányoktól, tehát én igazából nem tudom besorolni. Érdekfeszítő kategóriába soroltuk be, ha jól emlékszem, ezeket volt az ötleted. Tehát óriás a merítés, tehát imádok minden zenét hallgatni, és mindent megeszek, mindent meghallgatok. És nagyon sok zenekar tud inspirálni, de nem tudok egyet kiemelni. Nincs kedvenced? Ófánkiló például, tehát imádom az Ófánkilót, az Ófánkiló pont arról szól, hogy óriási stílus rengetegből dolgozik, és amit felsoroltam az előbb, ezek a stílusjegyek, még a rap így, tehát minden benne van. Tehát engem az Ófánkiló nagyon tud inspirálni például. Kanyarodjunk vissza picit a kezdetekhez. 2013, majdnem 10 éve megalakultatok. Mi minden történt ez alatt a 10 év alatt? Nem interjúztam még olyan csapattal, akik ekkora múlttal rendelkeznek. Igazából a zenekar az tényleg nagyon régóta együtt van, ami tiszteletre méltó a zenekarunk, hogy mindenféle anyagi elvárásoktól mentesen működünk. Ez az összetartó erő, régi baráti szálak, amik összekötnek minket. Tehát gyakorlatilag mindenféle mosolyszünet és mindenféle probléma nélkül ment ez a durván 10 éves időszak, vagy már lehet, hogy fölötte is vagyunk. Voltak passzív időszakok, a Covid helyzet tekintve voltak kisebb kimaradások, amikor kevesebb koncertünk volt, valamikor több fellépésünk. Ez a 10 év durván erről szólt. Sok zenekartól azt hallottam, hogy ezt a Covid időszakot arra használták fel, hogy esetleg rengeteg új dal megszülethessen. Ti hogyan éltétek meg ezt az elmúlt 2 évet? Ti mire használtátok fel ezt az időt? Hát bevallom, az elmúlt 2 év alatt született egyetlen egy új dal. Hát akkor ti pont a másik kategória vagytok. Igen, az az igazság, hogy néha elég ilyen nyugdíjas tempóban nyomjuk, mert amit most előadtunk első szám, ugye említettem, hogy van benne két rapper srác, a Street Royale formáció, és hát ezt mikor vettük fel ezt a dalt? 3 vagy 4 éve. Azóta készülünk arra, hogy videoklipet forgassunk, de még a forgatókönyv sem készült el, úgyhogy ilyen szempontból. De hát ugye azt nem mondom, hogy hobbi zenészek vagyunk, mert amikor tudunk, akkor összejövünk zenélni, de mindenkinek ugye van egy tisztes polgári élete, és abból a munka mellé nem mindig fér bele az, hogy új dalokat alkossunk. De hát azért annyira belefér a zene, hogy azért egész nagy színpadokon is felléptetek már, hogyha csak helyi viszonylatban is, de azért Fehérgyarmat, Máté Szalka, azért voltak itt fellépések? Igen, hát állandó vendégei vagyunk a Máté Szalkai Szatmári Múzeumban tartott múzeumok éjszakája rendezvénynek, ez már körülbelül 7 éve, de megjártunk már Erdélyt is, a Double Rise Fesztiválon is voltunk egy, nem tudom, 3 éve voltunk fellépni ott. Az nagy élmény volt. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy azért egyébként szerintem az a fesztivál egy amatőr zenekarnak egy nagy lépcső. Olyan szinten nem mondanám magunkat amatőröknek, mert előtte én zenéltem majdnem 15 évig egy másik csapatban. Azért volt az idézője. Igen. Attila is, meg mindenki volt valamilyen zenekarban. Van egy-két olyan fellépés, ami a múltunknak köszönhető, hogy ott szereztünk kapcsolatokat, és akkor nem azt mondom, hogy nem kell demoanyagot küldeni, de ha mondjuk felhívjuk a szervezőt, és azt mondjuk, hogy szeretnénk menni, akkor azt mondja, hogy jó, akkor beteszünk benneteket valahová. Azt is említettétek, hogy azért a család mellett, a munka mellett nem biztos, hogy annyira belefér nektek, vagy ritkábban fér bele a zenélés. Hogy néz ki így egy próbanálatok? Nagyon vegyes, mert valamikor összejön a csapat, és egy koncertre készülve, a repertoárt összerakva, számsorrendeket készülve, sok esetben elkanyarodunk saját szám gyártása irányába. Kiszámíthatatlanok a zenekari próbáink, tehát én igazából ennyit tudok mondani róla. Tehát nagyon pozitív dolgok kijönnek, egy új hangzásvilág, egy ötletből, egy parázsból születnek az új nóták. Tehát főként egy zenekari próbán tudunk új zenéket készíteni, gyártani. Mik a tervek idénre? Ugye itt szóba került az, hogy hát azért az elmúlt 2 évben kevés dal született.
A terv idején, most már tényleg leforgatni azt a videóklipet, mert rengeteg ötlet született, és mindig átbeszéltük, aztán valami vagy el lett vetve, mert időhiányában nem tudjuk leforgatni, vagy egyszerűen csak nem érdekelt bennünket, úgyhogy most egy nagyon kedves barátunkat megkértem, hogy átküldtem neki a számot, és hogy ilyen szempontból vizuálisan nagyon kreatív, hogy valami forgatókönyvet rittyentsen már össze, és akkor mi azt leforgatjuk, mert most már tényleg szeretnénk úgymond piacra dobni ezt a dalt. Ez a 2022-es nagy terv, de hogyha egy picit távolabbra tekintünk, mondjuk 10 év távlatra, akkor ugye már majdnem 20 évesek lesztek, akkor miről tudunk majd még beszélgetni? Hát most a zsűrinek ugye volt egy tanácsa, hogy kicsit el kellene menni teátrálisabb irányba, és nem biztos, hogy fesztiválokat megcélozni, hanem mondjuk színházi előadásokat. Személy szerint én benne lennék egy ilyen projektben. Képzeld el, hogy nem érdekel már semmi itt a földön. Képzeld el, hogy nem fáj már semmi. Képzeld el, hogy elcsapik a hangom, mert tudom, hogy ellene valamit adnom, s nem csak mindig elvenni. Kérdes útok el a tévednek, kérdezzetől várod el a hasznod, a beteges vágytól rángatodik arcod, ő tudatra kell ébredned. Így oktatott a vándor, mégis kezembe nyomott egy csomagot, a fülembe súgta halkan, ezzel kibíz még pár holnapot. Képzeld el, hogy ügynödöm a csendet, képzeld el, hogy elfog a rettegés, mert tudom, az a kalat kevés, hogy újra rendet teremtsek. Téves óta kell a tévednek, kérdezettől várod el a hasznod, a beteges vágytól rángatozik arcomod, hogy tudatra kell ébrednek. Így oktatott a vándor, mégis kezemben nyomott egy csomagot, s a fülembe súgta halkan, ezzel kérdezni már holnapot, és mire sem tudja meg az ajka, a szúró szavak súlya alatt. Halkan mert a szétfejét, szavista pillanat. Egész éjjel körbe jártam, kerestem, megtaláltam az embert, aki segítom van a fájdalmamat, elzavarjam. Egész éjjel erre vágytam, elkapjam, meggyaláztam, egyszerű, naiv lélek, olyan küdöl, én se félek. Nagyon szépen köszönjük! A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.